Képzeljétek, kaptam egy kommentet a Cringe Bait nevezetű YouTube csatornától. Látom, kifogytál a contentből. Ezt írta nekem a Cringe Bait. Tudjátok, kik ezek a Cringe Bait? Az egyik csávó az ilyen gírhes renter, és tudjátok, videókat néz Twitchen, ez a content, a másik csávó meg ugyanezt csinálja YouTube-on, videókat meg zenéket kritizál, az röhög rajtuk igazából, szóval... És ők írják nekem, hogy kifogytam a contentből. Hát akkor ők, nekik sose volt content. Hát ilyeneket írnak. Hihetetlen. Arra lettem figyelmes egyébként kis kutató munkával, hogy nézzétek, itt van saját videójuk, ez a legfrissebb videójuk, felmegyek ide, ez valami révész atyát kritizálnak, mindig csak kritizálnak másokat, és legörgetsz, és figyelj, saját maguknak odaírtánk, hogy jó lett. Hát ez mi? Figyelj, megyünk tovább. Köbb videó. Köszönnek a nézőknek. Jó, ez még oké, hogy sziasztok nézők. Bár senki nem reagált rá, amúgy vicces. Következő videó megint. Ez jó videó volt. Miért? De nem értem. Miért irkálnak maguknak ilyeneket? Hát... Hihetetlen úgy, de itt is még egy videó, ez egy jó videó, furák, és érted, és még engem kritizálnak. Na már most, viccet félretéve, nyilván én tudom, hogy ez nem az official Cringe Bait csatorna, onnan is láthatjátok, hogy 489 feliratkozója van ennek a csatornának, rámegyünk magára a csatornára, akkor egy József nevezetű profillal találjuk szembe magunk, és a handle neve a Cringe Bait. Nos, tulajdonképpen amikor bejött ez az új YouTube funkció, hogy tulajdonképpen ezek a handle-ök, azaz máshol a username bevezetésre került, akkor sok embernek idézőjelesen belopták a handle nevét, és mivel ez egy egyedi, megismételhetetlen azonosító, ezért nyilván az official Cringe Bait csatornán már ezt nem lehet használni, elvenni nem lehet. Nálam is, hogyha beírjátok, hogy Kukat Szabó Viktor, akkor az én handle nevem is egy olyan csatornánál van, aki nem tölt fel videókat, tulajdonképpen nem content kreatorkodik, de mégis övé lett a handle, mert ő hamarabb befoglalta, vagyis a rendszer neki osztotta, úgyhogy, ja, írtam a YouTube-nak, nem lehet ezzel mit tenni, sajnos nem lehet elvenni másoktól ezt a handle nevet. A József nevezetű karakterünk, ő belopta a Cringe Bait-es felhasználó nevet, és azt mondanám, hogy ezzel nem is lenne baj, de igazából de. Emellett ő arra a döntésre is jutott, hogy profilképüket is tulajdonképpen ellopta, és így a komment szekcióba Cringe Bait-ként találjátok meg a kommentek között. Szóval tulajdonképpen visszaél a Cringe Bait személyazonosságával, lehet ezt így fogalmazni, vagy jó fogalmazás? Szóval visszaél a Cringe Bait-esek nevével, és megtévesztő lehet azok számára, akik nem tudják, hogy a bálnáiknak mi az official handle nevük, és mindjárt meg is nézem, hogy nekik mi. Nekik Cringe Bait official, szóval hogyha egy sima kukac Cringe Bait ír nektek, akkor ez nem a hivatalos Cringe Bait. És nyilván ennek a videónak max annyi tanulsága lehet, hogy nem szép dolog ellopni más handle nevét, ha pedig már mondjuk véletlen megtetted, mondjuk miért tennél ilyet véletlen, nem szép dolog az sem, hogy kiadod magad idézőjelesen a Cringe Bait-nek. Tudom, nem írta sehol, hogy ő lenne az eredeti, de mégis az, hogy lelopta a profilképüket is, az arra enged következtetni, hogy neki ez egy ilyen fán történet, hogy ő most Cringe Bait-nek néz ki, és biztos sok ember el is hiszi, hogy ez az eredeti Cringe Bait fiók, viszont tovább böngésztem a kommenteket, és még egy dologra lettem figyelmes. Az egyik videó alatt ott van egy olyan, hogy sziasztok, a handle nevem eladó, akit érdekel, vegye fel velem a kapcsolatot. Ja, ne csináljatok ilyeneket. Ha igazán jó fejnéző akar lenni, akkor az lenne a legkevesebb, hogy visszaadja ezt a handle nevet a jogos tulajdonosainak, és nem eladásra kínálja nekik. És a kommentjeiből ítélve egyébként egy rendszeres néző, szóval tök furcsa ez a jelenség, hogy valaki így viselkedik az interneten, de lehet senki nem mondta el neki, hogy ez gáz. Ilyeneket kommentelni gáz, ellopni más profilképét és handle nevét is gáz. Szóval ti ne legyetek ilyenek. Ja, lényegében ennyi ez a kis videó. Köszönöm szépen a figyelmet, és amiket az elején mondtam, nyilván csak viccelődtem. Szóval ennyi. Sziasztok!